Tehát a második fele a sajtótájékoztatónak, a DVTK vezetőedzőjével, Tomislav Szűcsel, parancsoljon. Eredben kétszerűségben voltunk, és egyértelmű, hogy kellett támadni. Azt csináltunk végig. Ilyenkor szokott ez is történni, hogy az ellenpér egyszer átment fél pályát, fél időben, és feljöttek egy szép gólt, és akkor ebből is kellett fölállni. Amivel tudom, hogy ez a tisztelt Farkas úr minden meccsen kiállít egy győrgyeri játékosnak, nézzetek meg a statisztikát, minden meccsben. Egy pár embert nagyon nem szereti, kétszer is kiállította. És akkor megjeleztem, hogy akkor állítsa meg engemet, legyünk már csapat végig. Bejött. És nyertünk egy nehéz mérkőzés, ami kötelező volt nyerni. Egy jó játékkal, azt gondolom. És szeretném megköszönni a szurkolóknak, akik végigvittek a csapatot, és igazi 12. játékos volt. Köszönöm szépen. Mi van Rajcsán? Mi tudja az állapotáról? Hát elvittek a kórházba, infúzióban van. Mi történt egyébként? Összefejelt valakivel, és nem tudom magyarul mondani, mikor agy... Rászkodás. Az. És, de végig kibírta a félidőt. És most azt mondják, hogy nem súlyos, hogy reggel ki fognak engedni a kórházba. Tegyakkor mondtad, hogy nagyon nehéz mérkőzésre számítól. Ez nehezebb volt annál is, mint amit láttál? Hát engem meglepett a saját csapatom, hogy lehet, hogy egyik legjobb meccs volt idáig, úgyhogy nem játszott három fontos játékosnak. Szóval ebben is mutatok, amit egész végig beszélek, hogy én erre építettem az egész, hogy csapatnak csapat kell lenni. Már ma az volt. Köszönöm. Nyilván ilyenkor, amikor az ember elküldik a kispadtól, máshogy mást kell az öltözőbe csinálni, tehát máshogy. Te a segítőidnek mit mondtál? Tehát milyen tanácsot adtál, hogy mi a taktika, tehát hogy mi az, amit csináljanak ott? Hát én mondtam, a fél időben, bravo srácok, azt mondtam, azért, mert tényleg nem tudtam neki egy rossz szavat mondani. Mindenki küzdött, mindenki hajtott, jó, ment a labda, járastunk a labdát, voltak a helyzetek. Ettől jelen pillanatban nem tudtam elképezni semmi mást, semmi jobbat. Csak máma mutatták az igazi karakter. Hát kommunikáltunk egy picit, hogy a cseréken mikor ki bejött ez is. Szóval éreztem, hogy valami váratlan meg kell máma csinálni azért, mert idáig is így volt. És akkor a saját káromra játszottam, de a csapat nyert, ami legfontosabb. De nem, ez a Farkas Ádám, nem akarok mondani semmit, de csak nézzetek a statisztikát. Nem tudom, hogy akar bizonyítani, hogy azért, mert egri, hogy akar bizonyítani, hogy véletlenül se nekünk nem kell segítség, csak legyen 50-50. Máma az nagyon nem. És amit élet hozta ilyenkor, fújta egy 11-es, amit nem vagyok biztos, hogy én befújtam volna. Kell őszinten lenni ilyenkor is. De Tomi, neked nem a Farkassal volt a konfliktusod, nem talán a negyedik játékvezetőnek a tartalmat? Én beszóltam a Farkasnak, és akkor ez csinált nagyon szorgalmasan a saját munkát, és mondta neki a mikrofonban, mit mondtam neki. Mondtam, igen. Mondtam, elnézést, nem volt szép. De ilyenkor biztos vagyok, hogy nem vagyok az első, aki mondta. Mutatnám sok mindenkinek, hogy egy pár kollégám sokkal csúnyában beszél, és sokkal nem voltak kiállítva. Jelen pillanatban nagyon látványos, nem jó állunk ebben a szempontból. Én harcolom, ameddig bírom, csapat értékében nem sajnálom. Tényleg nem sajnálom, tényleg a legrosszabbat gondolok erről a bíróról. Köszönöm szépen. További kérések. Parancsolj.
mérkőzés bevezető tájékoztatón említettek, hogy eredmények és egyéb okok miatt is egyéni beszélgetéseket folytattál a játékosokkal. Nem akarod kombinálni, de nem lehetséges, hogy ennek hatására történt ez a formálódás, amit említettem talán a legjobb játék, amit nyújtott a csapat. Hát egy edzőnek, mikor van bármelyik probléma, meg kéne próbálni megoldani valahogy. Hogy mi a gyógyszer, azt valamikor sikerül, valamikor nem, de nekem is van saját rendszerem ilyenkor. Én megtettem a saját munkámat, csak amit kell, hogy tegyem. Úgy látszik, hogy sikerült. Külön öröm hozta a Gosztonyi, külön. Azért, mert azt gondolom, hogy az apucikosa nem hitte annyi ő benne, mint én, mikor még nem is ment a játék, azért, mert én tudom, hogy ebben a gyerekben mi van. Most, de senki nem foglalkozik, hogy a gyerek nem játszott két évet, és hogy neki kell egy kis idő. És ki kell bírni, mikor rosszul beszáll, mikor jó. Ki kell bírni. És már ma visszakaptam. És ez egy külön arra nekem. Köszönjük szépen!